Sziasztok, ez itt újra az Apáti Reagál. Ma szavazott az országgyűlés a kormánypártok által kezdeményezett békepárti határozatról. 130, igen 24 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. A határozattal Magyarország újfent elköteleződött a béke mellett. Ismét egyértelművé tettük, hogy nem szállítunk fegyvereket, és ellenezzük a magyar és európai gazdaságnak ártó, a háborúnak véget nem vető szankciókat. A baloldal persze megint nem Magyarország és a béke mellé állt. Mától már hivatalos papírjuk is van arról, hogy háborúpártiak. Persze hazudoztak. Azért, mert ez egy álbékejavaslat, amit önöktől látunk. Mellé beszéltek. Támogatja a békepárti határozatot? Nem. Miért nem támogatja? Mert hazugságnak tartom az egészet. És vádaskodtak. Ez nem békepárti javaslat, ez Orbán Viktor aljas manipulációja. Hogy elfedjék, hogy megint milyen súlyos bűnt követtek el, de minket nem vernek át. Nem lepődtünk meg, hiszen a komcsik a kezdetektől a fegyverszállítások. Ukrajnának joga van az önvédelemhez. Na de ha nem kapnak fegyvert, akkor hogyan védjék meg önmagukat? És a szankciók mellett álltak. A legfontosabbak a szankciók. Hála a jó Istennek és a magyar választópolgárok józanságának, hogy a magyar jobboldalnak kétharmados felhatalmazást biztosítottak, és nem ezek az eszetlen hazárulók vezetik az országot, mert akkor már nyakló nélkül rohannánk is a háborúba. És ha már hazaárulok, mi jobboldaliak, patrióták több fronton küzdünk a baloldallal. Egyik ilyen front a YouTube-on húzódik. Biztos ti is észrevettétek, hogy a nemzeti, őszinte hangok itt még nem erősek, mert akadályokat görtítenek elénk. Tiltásokat, törléseket, cenzúrát. Ez ellen most te is tehetsz. Nem kell más csinálnod, mint feliratkozni a Patrióta csatornára, megosztani ezt a videót, lájkolni vagy kommentelni. Ez kis dolognak tűnik, de higgyétek el, hogy csak akkor és úgy juthat el minél több emberhez az igazság, ha ezt megteszed. Fogjunk össze, itt is, most pedig kezdünk. Ebben a békepárti határozatban az a legfontosabb gondolat, hogy nem szeretnénk fegyvereket küldeni Ukrajnának, ugyanis nem szeretnénk kockáztatni egy harmadik világháború kitörését. Egyáltalán nem véletlen, hogy a magyar baloldali politikusok ezt a békepárti nyilatkozatot nem támogatták, hiszen ők az első pillanattól kezdve felelőtlen módon a harmadik világháború kitörését kockáztatva a fegyverszállítmányok mellett érvelnek. Na, nézzük az első vidit. Háborúban fegyver kell a kézbe. Talán érteni fogják, akiknek mondom. Akinek ez nincs meg, az ne menjen harcba, mert valójában csak gyengítenek bennünket. Amíg egy háború zajlik a szomszéd országban, addig azért egy picit fura ez a fegyveres utalás. Nem tudom, hogy szándékos vagy nem szándékos, de az egészen biztos, hogy a DK-nak, a szociknak, az LMP-nek, a Párbeszédnek, a Momentumnak mindegyiknek egy központi üzenete az, hogy mégiscsak fegyverekkel kéne támogatni ezt a háborút. Vagy a Gréci. Egy másik, ugye benne van a szövegben, hogy Ukrajnának joga van az önvédelemhez. Na de ha nem kapnak fegyvert, akkor hogyan védjék meg önmagukat? Érdekes gondolatmenet ez. Mert hogy mi következik ebből? Ha Ukrajnának elfogynak a fegyverei, mert el fognak fogni a fegyverei, akkor újabb fegyvereket kell küldeni. De mi van akkor, ha Ukrajna kifogy az önvédelemhez szükséges katonákból? Ezen logika mentén nekünk, magyaroknak katonákat is biztosítanunk kell, hiszen a morál azt kívánja meg, hogy mindenféleképpen, minden módszerrel segítsünk abban, hogy Ukrajna megőrizze a területi integritását. Egyébként pedig a béke általában tűzszünettel és béke tárgyalásokkal szokott kezdődni. Ez nem egy ilyen ördögtől való gondolat. Én értem, hogy a külföldről támogatott politikusok és a külföldről támogatott szélső baloldali újságírók azt próbálják lenyomni a magyar emberek torkán, hogy kizárólag akkor lehet béke, ha az egyik katonaság kiirtja a másik katonaságot, de ez nem így szokott lenni. Még egy utolsó gondolat. A semlegesség sem ördögtől való dolog. Svájci semleges, Ausztria semleges, Ukrajna se nem NATO tag, se nem EU tag. Nekünk jogilag semmiféle kötelezettségünk nincsen azzal kapcsolatban, hogy fegyverekkel támogassuk Ukrajna harcát. És van egy másik, nagyon fontos momentum. Oroszország egy atomhatalom. Atomfegyverei vannak. Most telepítettek Fehér Oroszországba taktikai atomfegyvereket. Ami talán némi összefüggésben állhat azzal, hogy Ukrajnát tömi egész Amerika és Európa fegyverekkel. Ezt hívják úgy, hogy eszkalációba. Tehát ettől kerülünk egyre közelebb egy
atomháborúhoz. Emellett érvel Gréci, emellett érvel Gyurcsány, és emellett érvel az összes baloldali politikus. Nagyon sajnálom a magyar kormány tegnapi bejelentését, miszerint mi nem segítjük 100%-ig ezt a folyamatot, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításában segítenek. Kedves Sándor, te találkoztál már egyetlen egy olyan ember is a környezetedben, mondjuk a délkás politikuson kívül, akik azt gondolták, hogy két idegen ország háborúját fegyverekkel kell segíteni? Tényleg titeket is megkérdezlek, akik nézitek ezt a videót, hogy a ti környezetetekben vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy fegyvereket kell küldeni Ukrajnába? Én nem találkoztam még ilyen ember, ezt tudod, őszintén mondom. Teljesen irracionális, politikailag indokolhatatlan az, amit a magyar baloldal ebben a tekintetben művel. Ezt a gondolatiságot hangoztatni, vagy képviselni, hogy Ukrajnát fegyverekkel kell támogatni, ez felér egy politikai öngyilkossággal, és mégis folytatják ezt a retorikát. Vajon miért? Mert erre kapják a pénzt. Money, money, money! És egyébként pedig van is egy egészen friss kutatás ezzel kapcsolatban, a magyar emberek 91%-a azt gondolja, hogy a háborúnak azonnal véget kellene vetni, és a feleknek, Oroszország és Ukrajna politikusainak, vezetőinek a tárgyaló asztalhoz kellene ülniük. És egyébként azzal kampányolni, hogy itt békepárti a magyar miniszterelnök, de fegyvert nem akar szállítani annak az Ukrajnának, akinek egyébként a függetlenségét és a szuverenitását is elismeri, az egyrészt képzavar, másrészt nonsens, harmadrészt pedig annyira visszautasítandó és undorító. Elmondok egy érdekességet, Marci. Most volt a Wembleybe Anglia-Ukrajna mérkőzés, képzeld el, hogy az angolok és az ukránok mérkőzés előtt egy peace, azaz béke feliratú zászlóval demonstráltak és kértek békét. Én értem, hogy a ti fejetekben az van, hogyha mi magyarok, mi jobboldaliak, vagy Orbán Viktor szeretne békét, vagy tűzszünetet, az szörnyű, az rettenetes, felháborító dolog, ha az angolok követelnek, azzal semmi baj nincsen. És egyébként pedig Marcika, tudom, fiatal vagy, de képzeld el, hogy a világon számtalan háború zajlott. Lehet, hogy az érzékeny kis hópihe lelkedett, ez fel fogja háborítani, de még nagyon sok háború lesz. És Magyarországnak nem kötelessége minden háborúban felet választani, nem kötelessége minden háborúban fegyverrel támogatni a gyengébbet, vagy az erősebbet, vagy bármelyik felet, mert az bizony beavatkozás. Képzeld el, hogy létezik semlegesség. És ha mi nem akarunk belebugatni, nem akarunk fegyvereket küldeni, arra mindig, minden esetben megvan a lehetőség. Marci, van még egy nagyon fontos dolog. Meg kéne, hogy értsétek, hogy Magyarország nem Ukrajna. Magyarországnak a magyar emberek érdekeit kell képviselnie. Nem az a probléma, hogy önök nem tesznek különbséget az országok között? Nem arról az, hogy önök egy szintre emelik Ukrajnát Magyarországgal? Szerintem ez a probléma. A másik ok, amiért nem támogatják ezt a békepárti nyilatkozatot, az, hogy ebben a nyilatkozatban benne van, hogy Magyarország nem támogatja a további szankciókat. Ugyanis a szankciók hatástalanok, a háborúnak továbbra sem lett vége. Oroszország ugyanúgy finanszírozza ezt a háborút, ahogy több mint egy évvel ezelőtt is finanszírozta. Tehát nem igaz, hogy Oroszországra nem voltak negatív hatással a szankciók. Voltak. Tehát nem igaz, hogy Oroszország nem sínyli meg a szankciókat, mert megsínyli. Hát az, hogy most fáj, vagy kicsit fáj, vagy nagyon fáj, vagy üvölt a fájdalomtól a nagy orosz medve, az mindegy, mert azt ígértétek nekünk, hogyha bevezetik a szankciókat, akkor vége lesz a háborúnak. Most van március 31-e, és még mindig tart a háború, és nyoma nincs annak, hogy akár napokon, heteken, vagy akár hónapokon belül vége lesz a háborúnak. Nem akarunk több szankciót. Ti mi kell? Lehet, hogy te akarsz, mi nem akarunk. Az IMF szerint, a Nemzetközi Valuta Alap szerint egyébként mindösszesen 3,5-4,5%-kal esett vissza az orosz GDP. A rubel erősödött. És van egy fontos másik adat. Oroszországban a munkanélküliség jelen pillanatban 3,7%. Csak összehasonlításképpen Görögországban, Spanyolországban 13% fölötti a munkanélküliség, de Olaszországban is 10%-os. A szankciók működnek. A szankciók működnek, és béke csak akkor lesz, ha Ukrajna megnyeri a honvédő háborúját a háborús bűnösök ellen. És ha nem nyeri meg, akkor mi a f*** van, akkor még 10 évig kell háborúznunk? És hogyha Putyin ledobja az atomot, akkor mit csinálsz, hülye gyerek? Jaj, na, hogy Ferike, nem akarok veled foglalkozni, mert tényleg méltatlan, tehát nincs sportértéke, vitathatatlanul te vagy a leghülyebb a Momentumban. Tehát amikor Fónagy János így mértékben, ilyen gyorsan, ilyen könnyedén
gyalázott, akkor lásd be, hogy neked ez nem való. A magad, hogy de régen láttalak. Nagyon rég, hát hogy vagy, jaj, de szorgalmas vagy. Megyek ki ezt a tükör helyére, a tükörben nézni. A helyet lehet. A helyet, hogy kapál. Ezt mindig láthatom. A helyet, hogy kapál. Egyedül a magyar kormány volt az, amelyik megkérdezte a magyar embereket arról, hogy mit gondolnak a szankciókról. A válaszadók 97%-a a szankciók ellen foglalt állást. Még a saját baliberális megmondóitok, például Cengliz Zoltán is elmondta, hogy a szankciók nem működnek. Tök igaza van. Itt lett volna az a történelmi pillanat, hogy a magyar emberek mellé álljatok, de ez most sem sikerült. Most is a külföldi megbízóitok érdekeit képviselitek. Most sem a magyar embereket. És össze-vissza hazudoztatok az indokokról. Támogatja a békepárti határozatot? Nem. Miért nem támogatja? Mert hazugságnak tartom az egészet. Ez nem békepárti javaslat, ez Orbán Viktor aljas manipulációja. Azért, mert ez egy álbéke javaslat, amit önöktől látom. Nincs olyan, hogy álbéke javaslat, Timi. Tehát béke javaslat van. Elmondtam az előbb is, a béke az a béke. Értem, hogy ti még évekig szeretnétek finanszírozni egy háborút, és értem, hogy heves izgalom tör ki rajtatok, ha belegondoltok, hogy még több százezer ember halljon meg. Értem, mert ilyenek vagytok, meg ezért kapjátok a pénzt, de mi nem szeretnénk. A béke az a béke. Minden normális ember békét szeretne. Nem álbékét, békét. Nincs olyan kutatás, ami azt támasztaná alá, hogy politikai eredményt lehet elérni a szankciók követelésével, vagy azzal, hogy Magyarország fegyverekkel, vagy akár katonákkal támogassa Ukrajna háborúját. Nincs. De a baloldal, az ellenzék mégsem volt hajlandó támogatni a jobboldal békepárti javaslatát, mert erre kapták ezt a töménytelen mennyiségű pénzt. Egyébként pedig a jobboldalisággal, konzervatív értékekkel a legkevésbé sem vádolható baloldal liberális szabad Európa is megírta, hogy lehet itt mismásolni, lehet kenegetni a szart ide-oda-amoda, de a pénzt valójában Soros György küldte. Ez az igazság, minden más csak kamu. Fütyüzd meg és hazudsz. Ezekre a balosokra már tényleg nem lehet mit mondani, elfogytak a szavak. Egyértelmű, a hazai baloldal Magyarországra veszélyes fizikailag és gazdaságilag is. Szándékosan belenöknének minket a háborúba, a magyar emberek életét veszélyeztetve, a további szankciókkal pedig kivéreztetnék a magyar gazdaságot. Most sem sikerült a magyar emberek oldalára állniuk, fontosabb volt a küldetésük teljesítése. Szerintem erre nincs bocsánat. Ha te is így gondolod, feltétlenül oszd meg ezt a videót, lájkold, írd kommentet, és iratkozz fel a Patrióta YouTube csatornájára. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!